A tervek szerint a szociális tűzifa ellátást segítik majd a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. Újonnan beszerzett eszközeivel. A cégnél mindig sok közmunkás dolgozik, akik között jelentős számban vannak hajléktalanok is. Az ő segítésükre ez lehet az egyik legjobb módszer. A belügyminisztérium az idén meghirdetett egy pályázatot, hogy ezeknek az embereknek a hosszú távú foglalkoztatását támogatná, többek között akár gépvásárlással is, és ezzel segítenénk ezeknek az embereknek a visszailleszkedését úgymond a munkavilágában. A Tataváros önkormányzata kapott ezen az alkalmon, és pályázatot nyújtott be, pontosabban közösen velünk pályázatot nyújtott be, és ennek az eredménye ez a mögöttünk látható két darab gépezet, aminek az a célja, hogy a városban a fakivágások során, meg a viharok után keletkező ágakból készült darálék, amiből itt az udvarunkon már egy kisebb hegy keletkezett, ennek az ésszerű hasznosítása történjen meg. Minden évben ugye a rászorulók az önkormányzattól úgynevezett szociális tűzifát kapnak. Ezzel két baj szokott lenni. Az egyik az, hogy kevés, a másik pedig az, hogy nedves. Most remélhetőleg ez a szerkezet, ez mindkettőn tud segíteni, és a rászorulók majd itt a kezemben látható kis pogácsa formájában is kaphatnak majd szociális tűzifát. A technológia pedig úgy működik, hogy a kint az udvaron látott rengeteg darálékból, aminek elég nagy a szemszerkezete, tehát ebben 8-10 centis ágacskák is vannak. Ezt az egyik, mögöttünk látható berendezések közül az egyik, az egészen apróra 8 mm alá ledarálja, és összekeverve ezt az asztalos üzemünkben keletkező fűrészporral és egyéb szintén megfelelő száraz anyagtartalmú és éghető dolgokkal. Ez a másik berendezés pedig ilyen kis briket pogácsákat készít belőle, és hát ezzel tudjuk majd kiegészíteni a rászorulóknak a juttatást, és remélhetőleg sok közmunkásnak, illetve sok hajléktalannak is tudunk ezzel munkát biztosítani.